Sokunk fejében él egy kialakult kép arról, hogyan működnek az állatmenhelyek, hogyan végzik a munkájukat az állatvédő szervezetek. Többségünk viszont nem lát a gazdikereső bejegyzések és a segítségkérések mögé. Sok menhelyről az országban azt sem tudjuk, hogy létezik, pedig rengeteg állatnak jelentik a biztonságot. Sorozatunkban annak járunk utána, kik azok, akik fáradhatatlanul dolgoznak azért, hogy a kidobott, magukra hagyott állatok még egy esélyt kapjanak az életre, mi áll a Magyarországon kialakult állatvédelmi helyzet hátterében, és persze annak is, mi a mi felelősségünk mindebben. Ebben az epizódban Somogy megyébe, Kaposvárra látogatunk el. Ők sajátjaim, heten vannak egyébként, és 9 volt, csak 2. Most jött el az ideje sajnos, hogy elvesztettem őket, ugye már 10 éve voltak nálam, akkor sem voltak kölykök. Például az esély, ő például ugye egy ilyen problémás lakóövezetben volt, és a gyepmestert hívták, hogy elütötte az autó, és ott fekszik élettelenül az út szélén. És akkor ő oda ment, bele akarta tenni ugye a zsákba, és akkor kiderült, hogy veszi a levegőt. És hát kómában volt 5 napig, és akkor először csak annyit tudott, hogy a szemét nyitotta ki. És hát akkor ugye engem látott, akkor utána annyit, hogy így ki tudta a fejét már emelni, akkor egyszer csak a farkát is csóváltak, hogyha így fölültettem, neki támasztottam, akkor tudott ülni. Egyébként őtőle menekülni se lehet, tehát ő olyan szinten ragaszkodik, ami már betegesnek mondható. Ő nyilván rajtam ragadt. Itt, aki szintén nem messze tőlem átsorog, a Blanka, ő ilyen teljesen öntudatlan állapotban feküdt egy település, egyébként központi helyén a fűben. Neki olyan elfertőződött mélygyulladása volt, gennyes mélygyulladása, hogy hát konkrétan már tényleg nem hogy a halálán volt, hanem orvoshoz vittem, és ott meg is halt a vizsgálóasztalon. Akkor ugye újraélesztették, akkor vérátömlesztést kapott 2-szer, meg közben kezelték, és akkor ugye eljutottunk oda, hogy gyorsan lehetett ivartalanítani, és hát nem lehetett örökbe adni. Van ugye amputált lábú, tehát azt is mire végigcsináltam vele, mert ott is bonyodalmak voltak, és a többi, tehát mire ennek a végére értünk, akkor őt se lehetett már máshova adni. Valami miatt egyébként nem is tudom, hogy miért pont ők maradtak, mert nyilván az összesből maradhatott volna, de hát most ő az én stábom. A Kaposvári Kutyatár Természet és Állatvédő Egyesület menhelyét 2018-ban az év állatmenhelyének választották. Példamutató működése és az átlagoshoz képest jóval szigorúbb örökbefogadási feltételei miatt. Boncz Edit, az egyesület alapítója szerint azóta nagyon sokat romlott a helyzetük. Az elhagyott, kidobott állatok száma egyre nő, akiket igyekeznek mind megmenteni. Edit a menhelyen végzett mindennapi feladatain túl iskolákban és óvodákban tart edukációs foglalkozásokat. 2022-ben megkapta a Kaposvár szolgálatáért kitüntetést. Elmondása szerint mindig erős érzelmi érintettséggel viszonyult a kiszolgáltatott élőlényekhez, ami pedig hajtotta és hajtja azóta is, az, hogy tehet valamit értük. Így került bele az állatvédelem örvényébe. Volt egy életem természetesen állásokkal, 3 gyerekem, most már felnőttek minden, és akkor készült el a városnak az ebrendészeti telepe, és működtetőt kerestek rá. És én előtte egy másik városi egyesületben így tevékenykedtem, és onnan akkor valahogy képbe kerültem, hogy a város akkor úgy szerette volna megoldani, hogy állatvédő attitűddel működjön a telep, hogy akkor egy civil szervezetre bízták ennek az üzemeltetését. Mondjuk 2 állatvédő van, nem így van, de most ebből a szempontból amit mondok. Tehát van, aki nem vállalja olyan szinten túl magát, hanem van egy fenntartható
telepe, működése, és van, aki meg valahogy nem tud nemet mondani. Tehát úgy van vele, hogy muszáj valahogy azt még be kell tömni, tehát biztonságba kell helyezni, esélyt kell adni neki, és a többi. Mert nem tudod, tehát ha már van látóteretbe kerül, akkor valahogy nem tudsz túllépni rajta, és túlvállalod magad, mi ezek vagyunk. Most így a telepet, azt ketten csináljuk. Tehát van a telepvezető, és vagyok én, mint az elnök amúgy, és aki meg amúgy a mindenes. Nekem is ugye ez a dolgom, hogy egyrészt vezessem az egyesületet, nyilván, ugye az összes felületet, e-maileket, üzeneteket, és a többit fogadjam, megválaszoljam, intézzem, posztokat írjak, bejelentésekre én járok, hiszen arra sincs külön ember, én viszem a rendelőbe az állatainkat, én hozom vissza, rendezvényeket tartok, mert ez egy fontos rész egyébként, mármint hogy iskolákba, óvodákba, hát én nagyon sokat járok. Aki ezt ilyen aktívan csinál, hogy ennyire beszippantja, és mivel itt sincs ugye több ember, tehát nincs váltás, hogy szabad nap, meg ünnepnap, meg nem tudom mi, nincsen. Tehát 10 éve, mivel ketten csináljuk, nincsen. Hát el kell látni a kutyákat, egyértelmű. Nálunk ez ráadásul ilyen nehezített, pontosan emiatt, hogy már ilyen kényszer elhelyezések vannak, mert amíg csak a kennel sor volt, addig gyönyörűen az ember ugye kiengedgette sorban, kitakarította a helyét, visszament, vizet cseréltünk, este kaptak vacsorát, rájuk csuktuk, és még volt élete is az embernek, mert utána még tudtam elcsípni magamnak is időt, nyilván már nincsen. Az esetek többségében 11 évfél körül végzünk, tehát ilyen nagyon durva, tényleg durva. Szokták egyébként így mondani, hogy ki fogok égni, meg ezt így nem lehet csinálni, ezt az agyammal egyébként pontosan tudom, próbálok tudatosan tenni ellene, meg azért nyilván vannak mélypontok, akkor abból ki kell jönni. Tehát ez szerintem pont az a felelősségérzet nagy az állatvédőkben. Tehát itt nem csak állatszeretetről van szó, ezt felejtsük el, mert ugye van egy csomó ember, aki szereti az állatokat, és azt mondja, hogy ezt nem tudná csinálni, mert annyira sok negatív élményt kap. Ez így is van. Ezt is szokták mondani, hogy én vállaltam. Azért én azt is elmondanám, hogy mikor az ember ebbe belefog, abszolút nem tudja, hogy ez ilyen mélységű. Tehát nem tudja, és nem lehet kijönni belőle. Tehát ez tényleg egy ilyen örvény, és egyre jobban húzza be az embert. A telepen lévő nagyjából 250 állat tartása, etetése, orvosi ellátása hatalmas költségekkel jár, amihez több helyről igyekeznek előteremteni a forrásokat. Egyrészt ugye a várostól kapunk a feladatellátásra. Először kaptunk 3,5 millió forintot, akkor az meg lett emelve 7 millió forintra, és mivel tavaly előtt volt az, amikor már nem tudtunk, nem húztuk ki ugye azt az évet, akkor kaptunk egy rendkívüli segélyt, hogy eljussunk addig legalább, míg az 1%-ot utalják, és akkor meg lett emelve 10. Tehát most hivatalosan 10 millió a támogatásunk a várostól, és hogy legyen valami arány, 2021-es évünk 51 millió forintba került a működés. Hogy honnan? Hát egyrészt van az 1%, az volt szerintem akkor ilyen 12 millió forint körüli. Próbálunk pályázni. Van egy kutyatár támogatói csoport, ahol ugye havi állandó összeggel támogat bennünket, aki benne van, ott is 500 feletti már a létszám, tehát az is így egy évre kivetítve, ugye felszorozva azt a havi bejövő összeget, az is sok. Egyedi támogatások. Tehát igazából egy szenvedés, mert egyrészt nem tudunk tervezni, mert ugye ezek a támogatások vagy jönnek, vagy nem, viszont költsége van, tehát őrületes költsége van. Ugye a legmarkánsabb az állatorvosi költség, tehát az mindig ilyen 20-30 millió forint éves szinten. Az állatvédőket szokás hétköznapi hősöknek tekinteni, akiktől mindenki a megoldást várja. Nincs tiszta kép az emberek fejében az állatvédelemről. Az, hogy igazából mit csinálnak, kevesen értik meg, vagy egyáltalán tudnak róla. Nem vagyunk tisztában azzal sem, mi kinek a felelőssége. Mi várható el egy civil szervezettől és azoktól az emberektől, akik reggeltől estig azon dolgoznak, hogy még egy esélyt adjanak az életre, szabadnapok nélkül, a kiégés teljes tudatában. Már most olyan a helyzet, amire már most, ha valami történik, szerintem akkor is iszonyú sok áldozata lesz. Tehát amennyi kutya van az országban, aminek semmi megoldás nincsen a jövőjére, már azzal nem tudom, hogy mi fog történni, és még mindig nem tartunk sehol ugye az ivartalanítással, a tömeges ivartalanítással.
És emiatt ugye folyamatosan szaporodnak ezek a kutyák, akik eleve már most is megoldhatatlan a többségének a sorsa. Tehát én most így nem látom előre, és azt sem tudom, hogy ez hogy fog összeomlani, hogy akkor mi fog történni. Tehát ki kell lövöldözni majd őket, mint annó Romániában, vagy nem tudom, hogy történik. Az örökbeadásra váró kutyák száma jóval magasabb, mint az alkalmas örökbefogadóké. Ennek ellenére a jelentkezőknek komoly feltételeknek kell megfelelniük, hiszen az örökbeadás hatalmas felelősség a gondozók számára. És persze vannak olyan állatok, akik eleve esélytelenek arra, hogy kivigyék őket a menhelyekről, legalábbis a magyar családok részéről. Ugye vannak tényleg olyanok, akiknek mondjuk a külleme meghatározó, nem valami miatt mondjuk nem szeretik azt a, hát a szokásos ilyen kis, nagyjából semmilyen keverék, mondjuk fekete vagy valami. Aztán esetleg, hogyha egyértelmű, hogy egy csomó kutyánál van bármilyen probléma, tehát akár magatartásbeli, akár egészségügyi probléma, hát azt se szívesen vállalja fel senki, szerintem. Egy nagyon, nagyon nyomasztó dolog egyébként az örökbeadás, mind a mellett, hogy örömtelinek kéne lenni, na de én ott valakire rábízom. És azért lássuk be, bárkiben bízni most ebben a mai világban, hát az azért nem egyszerű. Mert voltak sajnos olyanok, amikor nagyon nehezen tudtam visszaszerezni kutyát, pedig le van írva tisztán az örökbefogadói nyilatkozatban, hogy mit vállal, mit ír alá, és ehhez képest egy vályogháznak a sarkához volt láncra verve, mert ő odaadta valakinek, amit nem lehet egyébként, és ott oda került, és az nekem azzal kellett, még sikerült visszaszereznem nem egyszerűen, együtt élnem, hogy most ott van az a kutyánk, és egy nyarat, és egy telet ott végig csinált, így kikötve. Megmondom szintén, hát rendőrrel mentük már ki a végén arra a helyre, ahol volt, és a rendőrhölgy az ugyanúgy ott sírt, amikor leakasztottuk a kék bálakötözővel a ringló bokor aljáról a kutyát a gazban. Az idős kutya az mindenképpen az, amit szinte nagyon kevesen vállalnak. Értem én azt a részét természetesen, hogy nem sokáig tudnak együtt lenni, viszont hát ugye az ember ezen túllép, akkor meg... Tehát nem csak saját magát kell ebben nézni, mert sok ember úgy van vele, hogy tényleg csak a saját érzései azok, amik ebben az egészben irányítják, és az ne sérüljön. Viszont ugye így ezek a kutyák tényleg esélytelenül menhelyeken fogják az utolsó éveiket tölteni. Számomra meg egy ilyen szégyen volt, hogy itt van Magyarország ezzel az állattartással, és más országból szintén állatszerető emberek őrületes energiákat fektetnek abba, hogy segítsék ezt a munkát, és segítsenek állatokon, ugye, hogy kijussanak külföldi családokhoz, ahol meg érdekes módon normálisan tudják tartani őket. Tehát ez nem biznisz, ez nem sötét ügylet, ez semmi, ez egyszerűen állatszerető emberek összefogásának köszönhetően egyáltalán még, mert nekünk is van, tehát nem feltétlenül pénzzel szoktak segíteni bennünket, hanem ugye azzal, hogy gazdásítanak, és hát ott nyilván van annak is egy ára, úgymond, tehát egy örökbefogadói díja, amit akkor megkapunk, ami egyértelmű, hogy nem fedezi még azokat csak költségeket se, amik addig voltak az állattal, de jön vissza belőle. Tehát enélkül azért eléggé kétségbejtő lenne a helyzet. Viszont azt is látom ezeknél a német családoknál, akik viszont abszolút előszeretettel fogadnak örökbe idős kutyát, hogy éveket kapnak azzal, hogy ott nyilvánvalóan azért egy egyedi gondoskodás, nem egy menhelyes környezetben, ahol bármennyire szeretjük őket, figyelünk rájuk és a többiet, egyértelmű, hogy nem tudjuk azért úgy megadni nekik azt, ami szükséges, főleg a speciális ellátásra van szükségük és a többi speciális etetésre, kiegészítőkre vagy valamire, tehát azt családban megkapják, és hát mentek ki úgy kutyáink, hogy tényleg hihetetlen, ahogy megfiatalodott, átlényegült, és sokkal több évet kapott még, mint amit mondjuk mi előre tudtunk volna gondolni. Mi hiányzik vajon ahhoz, hogy fejlődésnek induljon az állattartási kultúra, és hogy minden kutya méltó körülmények között éljen? Az ivartalanítás Edith szerint csak egy eszköz. A folyamatos edukáció és a törvények betartatása nagyon fontos lenne.
eleve ugye nem kezelik úgy az állatokat, mint érző, gondolkodni tudó élőlényt. Tehát mint, tényleg, mint valami tárgy, ez valahogy így becsípődött sok ember agyába, hogy nincsenek normális szükségletei, nem érez. Tehát amikor oda, könnyű hozzájutni nyilván, tehát könnyű hozzájutni például a kutyához, abszolút. És hát ez egy csomó embernél úgy van, hogy igen, ott legyen. Most vagy amiatt, hogy ott őrizze a házat, más nem a jelenlétével, vagy mert a gyerekek akarták, tehát sokszor ilyen érthetetlen indítatásból, megmondom őszintén. És onnantól ugye abban a pillanatban, hogy az egy problémává válik, mert ő már nem akarja vinni, vagy bármiért, akkor azt úgy hagyja ott teljesen. És mivel ugye azt nem sikerült elérni, hogy a törvény által előírt csippel jelölve legyenek a kutyák, tehát ez még ott tartunk, hogy nagyjából az állatvédőkön kívül senkit nem érdekel, hogy ezek megvannak ezek a csippek, így nincsen soha felelőse. És ezek az állatok szaporodnak, ugye újra jönnek akkor ezeknek a utódai, akik szintén szaporodnak, tehát egy olyan növekedés van, állomány növekedés, ami tényleg én azt mondom, hogy már egy ilyen, hát elő fog állni egy ilyen rendkívüli állapot. Én már most is ezt mondom. Mindenkinek a környezetében szerintem észrevehetők a felelőtlen állattartók. És mindenki tehetne. Ez egy társadalmi felelősségvállalás. Tehát oda mehetne, és teljesen magánemberként, ha felháborítja, vagy egyszerűen megrázó, amit ott tapasztal, akkor tehetne az ügy érdekében. Még életemben mondjuk, mikor kidobott kölyök halom volt, soha nem sikerült a végére járni, hogy az honnan jött. Hát valahol ott volt valakinek a udvarában, vagy valahol, ahol most nincs ott egyszer csak hirtelen, és nem akarnak konfrontálódni, egyszerűen ők örülnek, hogy megoldódott, mert jaj, de jó, az állatvédőkhöz került. Sodródunk, én ezt érzem, hogy teljes sodródás az egész. És ezért is vagyok mérges, mert ugye folyamatosan azért a lakosságnak arra a részére kell támaszkodnunk, aki valószínűleg nyitott arra, hogy segítsen ebben a helyzetben, és a sajátjából adjon. Miközben ezt emberek okozzák, tehát ennek már valahol egyszer tényleg megállt kéne parancsolni. Ezek az állatok legalább már biztonságban vannak, mert volt, aki tett értük. Viszont ez egy magányos műfaj. Az állatvédők a gondozott állatoktól nagyon sok szeretetet kapnak, de itt volna az ideje, hogy mi is, társadalmilag, és még inkább rendszer szinten is megbecsüljük a munkájukat.